Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunkban elsőként a piarista családi napra látogatunk el, majd az élő rózsafűzér zarándoklaton veszünk részt, végül Szent Hedvigről emlékezünk meg. Migazi családi napot tartottak a Váci Piarista Gimnáziumban május 13-án az iskola újraalapításának 25. évfordulója alkalmából. Az eseményre meghívták az iskola közösségéhez tartozó diákokat, tanárokat, szülőket, öreg diákokat és barátokat. A napot Balogh Tamás atya ezüst miséjével nyitották meg, a szentmise keretében köszöntötték az iskola egykori tornatanárát, Endrefi Lórán tanárurat, tanárságának 50. évfordulója alkalmából. Majd Varga László atyának átadták a piarista generális oklevelét, melyben konfráterré fogadta őt a piarista rend. Szerettük volna ezt az egész tanévet a jubileumra szentelni, és erre az egész tanév ünnepségeit így felfűzni. Ünnepi jubileumunk volt, szép, megható pillanatokkal emlékeztünk vissza az éppen 25 évvel ezelőtti iskolakezdésre. Ez a jubileumi Migazi családi nap ennek az évnek tulajdonképpen a záró rendezvénye, az olyan záró rendezvénye, amelyre az iskola valamennyi közösségét invitáltuk. Izgalmas végig gondolni azt, hogy amikor egy iskola újra nyílik, akkor az mit is jelent egy közösség életében, egy kis közösség életében, mit jelent akár városunk számára, Vác városa számára, és mit jelent a kicsit tágabb környezetünk számára. A mai napra valamennyi iskolánkhoz tartozó közösségünket meghívtuk. Itt vannak a diákjaink, a kisdiákjaink, a nagygimnazistáink, itt vannak a tanáraink is, itt vannak a jelenlegi diákjainknak a kedves szülei, akik nagyon sokféle módon segítették, támogatták ezt a rendezvényt, és itt vannak azok a diákok is, akik az elmúlt 25 évben érettségiztek, és iskolánkhoz szorosan kapcsolódó öreg diáktársaink. A Szent Mise, amelyet a piarista atyák koncelebráltak 10 órakor, az sokféle jubileumot foglalt össze. 25 éves az iskola, és van valaki, aki 25 éves jubileumát ünnepli, és milyen érdekes belegondolni abba, hogy amikor ez az iskola újra nyílott, akkor valaki kimondott egy igent, egy határozott igent egy papi szolgálatra, és erre a papi szolgálatra azóta is hűséggel tekint, és Balogh Tamás atyával együtt ünnepelhettünk így, mind a ketten, az iskolai közösség is, és ő is ezt a 25-öt ünnepelhettük. Május eleje mindig nagyon kedves nekünk piaristáknak, mert Mária hónapja, és kalazanci Szent József Máriának szentelte az ő rendjét. És ilyenkor gondolunk az édesanyákra is, és valahogyan össze tudjuk kapcsolni az édesanyáknak az ünneplését a égi édesanyának, Máriának az ünneplésével. Számomra szintén összekapcsolódik egy 25 éves évfordulóval, hiszen éppen 25 éve szenteltek pappá, és az utána jövő nyáron eljuthattam Fatimába, ahol első misémet ünnepelhettem a ottani zarándokokkal, akik között nagyon sok magyar és nagyon sok fiatal is volt. És éppen a mai napon az ünnepünkön avatja Szenté Ferenc pápa a fatimai látnokokat. A 25-nek a kétszerese az 50. Egy nagyon kedves tanárunk, testnevelő, tanárom volt nekem is, és nagyon sok öregdiáktársamnak a Lóri bácsia ünnepelte a mai napon egy kicsit jelképesen is az arany diplomájának az átvételét. Ő 50 évvel ezelőtt végzett az egyetemén, és azóta
Már sokféle iskolában fordult meg, és sok helyen tanította a gyerekeket. Számunkra nyilván azért a legkedvesebb, mert az iskola újraindulásától kezdve majd 20 éven keresztül volt testnevelő tanára az itteni fiúknak. A Szentmise végén Varga László atya átvehette konfráteri oklevelét a piarista atyáktól. Varga László atya azért különlegesen közel áll a piaristák szívéhez, és szerintem sokunk szívéhez is, tanárok és diákok szívéhez, mert a kezdete kezdetétől nagyon sokat segítette az iskolát. És egy nagyon szoros lelki kötelék fűzi a piaristákhoz, és nem csak Varga Laci atyát a piaristákhoz, hanem a piaristákat is Varga Laci atyához. Ennek az oklevélnek az átvétele, illetve az átadása ezt a nagyon kedves testvéri barátságot is kifejezte. És emlékezhetünk arra is, hogy Varga Laci atya ebben az iskolában segítette a diákokat, és ének tanárként dolgozott sokáig. És a kapcsolatunk azóta sem szűnt meg, hiszen minden iskolai nagyobb rendezvényen vendégül látjuk Varga Laci atyát, ilyen például a Piárki mit tud, és valamennyi nagyobb szentmisei ünnepségünkön, a tanévnyitón, a patrocíniumon, az évzáron és a ballagáson mindig Varga Laci atyának az orgona játékát hallhatjuk, és segíti a liturgiát szolgálatával. Jelen voltam a piarista rend Váci újraindulásakor. Tanítottam kezdettől fogva noviciusokat, most már 25-26 éven keresztül, kivéve azt az 1-2 évet, amikor éppen nem volt novícius. 8 évig tanítottam a diákokat a gimnáziumban, utána pedig 4 évig vezettem a piarista kollégiumot, ami az egyházmegyével együttműködésben jött létre, és a régi Szent József kollégium épületében funkcionált. A legnagyobb öröm számomra piarista renddel, atyákkal, diákokkal, noviciusokkal való kapcsolatom révén, hogy kivétel nélkül mindenkivel jó barátságban voltam és vagyok. És úgy gondolom, hogy a mai világban ez ritkaság. Az Isten kegyelmének tekintem. Talán az én személyiségem is kicsit hozzájárul ehhez, de a piarista atyáknak a kedvessége, barátsága, befogadó készsége az mindenképpen alapul szolgált mindenhez. Nagy megtiszteltetés számomra ez a konfráteri diploma, amit Rómából küldött a piarista rend legfőbb elöljárója. De tudom, hogy ennek a kezdeményezése a Váci közösségből indult el, akiknek a családjához mindig is hozzátartoztam, nem csak érzelmileg, valóságosan is, a funkciók miatt, most pedig úgymond hivatalosan is. Isten éltesse a piarista rendet, és áldja meg azt a magvetést, amit végeznek, hogy ezerszeres termést hozzon. Iskolának egy első ilyen eseménye, amikor a családokat összehívjuk, és a családok számára egy családi napot szervezünk. Ezzel kapcsolatban nekem már a korábbi években Kecskeméten nagyon jó tapasztalatom volt. Hát most értünk ide, itt Vácott, hogy ezt megpróbáljuk. A lényeg ennek az, hogy minél többen a családból jöjjenek be az iskolába, és itt töltsünk együtt egy napot. És hogyha a mai napban azt figyelem, hogy ami a legfontosabb volt, az, hogy rengeteg kisebb gyerek jött ide, szülők, testvérek,
a diákok, és akkor e köré szerveztünk mindent. Az összes többi dolog e köré szerveződött, tehát az alapgondolat ez volt. Ami még egy ilyen kedves dolog, amit én mindenkinek szívesen tudok ajánlani, hogy a gyerekek portékát árulhattak, volt nekik asztaluk, ez az ő bevételük volt, az osztály bevétel, az első forinttól az utolsóig, és ez nagyon megmozgatta a gyerekeket, ahogy én a tanároktól a visszajelzést hallottam, meg ahogy láttam a gyerekeket is. Rómába megyünk biciklizni, így kb. 30-an, és az osztályfőnökünk az egyik ilyen fő ember, és ő megkért minket, hogy süssünk palacsintát, aki tud, és ezt így ki lett találva, és akkor most ezt így megvalósítottuk, mindenki saját palacsintáját hozta otthonról, és ezt most tároljuk. És akkor a befolyt pénz, ez meg a Rómára lesz majd. Ötödikeseim vannak, most kaptam ezt a kis csapatot szeptemberben, és hát nagyon remélem, hogy ha Jóisten is megsegít minket, hogy 8 évig együtt is fogunk maradni, és végig tudom kísérni a kis életüket egészen az érettségig. Nekem ez borzasztó öröm volt látni, hogy ennyire oda tették magukat, de nem csak a gyerekek, a szülők is annyi süteményt hoztak, annyi zsákba macskát, pattogatott kukoricát, kávét, limonádét, mindent, és hát olyan lelkesen árulták, és már azt is kitaláltuk, hogy ebből a kis összegyűlt pénzből mit fogunk csinálni, hogyha vége lesz az iskolának. Elmegyünk sárkányhajózni az osztállyal. Mi ezzel járultunk hozzá a Migadzi naphoz, ez egy Migadzi napi kitűző, de csak erre az évre szólt természetesen. Én csak itt árultam a kitűzőket, és ez volt a mai napi programom. Az én öcsém és az apukám részt vettek a sportokon. Ők konkrétan az egész napot végig focizták, és a reggeli misén részt vettünk, az egész család ott volt, és én így bejöttem a templomban, és tökre meglepődtem, mert a énektanár az oda hívott, hogy menjek oda és énekeljek, és az anyukám mondta, hogy meghatódott, hogy én ott így éneklek, és hogy nekem is nagyon jó volt. Ez egy nagyon jó kis családias hely, tehát mi ezért szeretjük a feleségemmel együtt, ezért van az, hogy a lányunkat is ide irattuk. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy három és fél évvel ezelőtt elkezdtük itt a vívás oktatást maximális támogatással. Most is hatodikosok vívnak, ezen kívül vannak, szabadon választottan jöhetnek az iskolából, illetve kintről más iskolákból is. Reggel egy szentmisével kezdődött a regisztráció után, és hát azóta zajlanak a különféle jobbnál jobb programok. Itt kint a műfűvön foci bajnokság, bent kosárlabda, és hát itt az iskolának a diákjai készültek mindenféle kézműves termékekkel, és ezt árulják itt a látogatóknak. Szentmise után a gyerekeknek különböző sportvetélkedőket szerveztek, azután megtekinthetnek nevesváci diákokkal készült interjúkat, hiszen tanítványaink közé tartozott Hirling Zsolt olimpikon, vagy a jelenlegi parlamentben is találhatók képviselők az itteni öreg diákok közül, és az egész napnak azért alapvető célja az együttlét, a beszélgetés, a jó kedv, és az, hogy mindez Kalazanci Szent József atyánknak és Máriának az oltalmában történik. Száz éve Ima Fatima mottóval indult el idén az élő rózsafűzér zarándoklat. Az immár 11. alkalommal megrendezett eseményen az esős idő ellenére is nagy számban vettek részt a gyalogos zarándokok, hogy imádkozzanak Budapestért, hazánkért.
Az élő rózsafűzér zarándoklat 11. alkalommal indult meg 2017. május 13-án Mária Besnyőről, legalábbis az a szakasza, amelyik Mária Besnyőről indul. És hát nagyon nagy öröm, hogy 11 éve ez a zarándoklat évről évre egyre többeket vonz. Akkor is, hogyha szép idő van, akkor is, hogyha esik az eső, és tényleg ez a közös imádság Budapestért, Magyarországért, hazánkért, hitünk megmaradásáért, fejlődéséért, növekedéséért, a boldogságos szűzanya közbejárására. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy az emberek ezt a zarándoklatot, amely nem nagy zarándoklat, mert egynapos út, vagy akár egy-egy szakaszt, egy-két órás szakaszt is lehet vállalni, de próbálnak elcsendesedni a zajos hétköznapok után, és tényleg imádságban, éneklésben és elmérkedésben oda szentelni az idejüket arra, hogy erre a szándékra tudjanak figyelni, erre a szándékra tudjanak imádkozni. Szűzanya a béke királynője, a rózsafűzér királynője, a mi gondjainknak vívője. Bennem mindig az a kép van, mikor Mária Besnyőre kegyhelyre megyek, hogy Istenem, ott van a csontból faragott, amit nagyon nehéz kifaragni, a 9 cm-es Mária szobor, amit valamikor 250 évvel ezelőtt megtaláltak ott. Erre fölhívta a szűzanya a figyelmet. Most ott tisztelhetjük őt. Ez bizony szeretetből készült. 250 évvel ezelőtt, meg korábban az ember még jobban együttműködött az isteni világgal, ma elszakadtunk ettől, ezt kellene pótolni. Egész család kivonult, és megyünk zarándokolni a feleségem és a két kisgyerekkel. És hát szeretünk zarándokolni, és nyilván a szűzanya hónapjában vagyunk, tehát nyilván ezt a kis fáradalmat nyilván leróljuk a szűzanya szeretetéért és az ő kedvéért. Minden nap imádkozzuk a rózsafűzért, az Isten irgalmasságának a rózsafűzérjét, és mindig kérjük a kegyelmet, meg hát nagyon sok emberért imádkozunk, családtagjainkért, elsősorban, de mindenkiért, meg hát persze a világ békéért, mert nem jók mostanában az állapotok, amik uralkodnak. Meg mi, mert családosok vagyunk, ezért a kismamákért imádkozunk, a újszülöttekért, és mindenkiért. Budapestről indultunk, a Rózsafűzér királyné a plébániáról. Ez itt a fél csapat, néhányan majd Gödöllőn csatlakoznak, és Kerepesre megyünk, mert minden évben másik útvonalat választottunk. Azt tanultam az előző években, hogy a Szentlélek mindig másfajta ajándékot készít. Ami nagyon szép volt a készületben, hogy a felsős hittanosokkal pont a Ferenc pápának egy ilyen zarándoklatos elmélkedését olvastuk, és az nagyon jó készület volt. Így Máriával zarándokolni, mondjuk Erzsébethez ez arról szólt. Először Mária Rádióban hallottam, hogy van ilyen zarándoklat, és akkor sok interjút készítettek közben, azokat a rádió sugározta, beszámolók voltak, nagyon megtetszett, és azóta is minden májusban készülök, hogy el tudjak jönni. Hát sajnos minden évben eddig nem sikerült, de nagyon örülök, hogy idén sikerült eljönnöm. Budapestért imádkozunk elsősorban, az élő rózsafűzérben, de ez kiterjesztve hazánkért, Magyarországért, most különösen is ebben a nehéz időben, mert mióta elkezdődött az élő rózsafűzér, nagyon sok jó dolgot sikerült elérni, kiimádkozni. Mária Besnyőn csatlakoztunk a zarándoklathoz. Ez az első alkalom, hogy együtt veszünk részt rajta. A szüleinkért imádkozunk, és a hajléktalan barátainkért, akik a fővárosban élnek. Istenben van a reményünk, és mi is abban bízunk, hogy így, hát, hogy így, ha együtt imádkozunk, és ilyen sokan vagyunk, akkor a jó Isten is látja, és tovább segít minket ezen az úton.
ez a zarándoklat, főleg az ima és az Istennel való kapcsolatra koncentrál, de ugyanúgy az emberekkel is közösségben vagyunk, tehát ma ugye ez is hiányzik, hogy úgy mondjam, az emberek beszélgessenek egymással. Találkozás az Istennel, az embertársorra, felebaráttal, és egy jó, jó, bár ugye pötyörög az eső, meg tegnap jégeső volt itt Gödöllön, de fel kell vállalni az áldozatokat is, hiszen ebből tud a Jóisten menekíteni lelkeket. És nagyon fontos a engesztelés, a magyar engesztelés, a lelkek mentése, hogy meneküljön a világ. Én azt gondolom, hogy az imádságnak a lelkülete az kétfelé hat. Egyfelől a Jóistent kérjük, hogy hallgassa meg a mi kéréseinket, a szentek boldogságos Szűz Mária közbejárására, de másfelől maga az imádság az visszahat ránk is, mert békességet, nyugalmat közvetít, és valahogyan a mi életünket megpróbálja úgy irányítani, hogy az emberi kapcsolatainkban, a saját magunkhoz való viszonyban, a Jóistennel való kapcsolatunkban rendeződjenek dolgok, formálódjanak dolgok, és ehhez az idő, az arándoklatra fordított idő, az elmérkedésre, a csöndre fordított idő, az nagyon nagyban segít. Ilyenkor azt gondolom, hogy születnek döntések emberekben, át tudjuk formálni, át tudjuk alakítani az életünket, tudunk gondolni olyan dolgokra, amelyre talán a hétköznapok rohanásában nem, vagy pedig nem annyira, és elhatározásokat is tud az ember tenni. Az a fontos, hogy ilyenkor a jó, igaz és helyes elhatározások tényleg meglegyenek jelölve vagy pecsételve az Úristen kegyelmével, hogy azok aztán meg is maradjanak, és hát virágba szökkenjenek, és hogy úgy is legyenek a jövőben, a hétköznapjainkban is, hogy valóban erőt tudjunk meríteni ezekből, és hogy igazabbak, jobbak, tiszteletteljesebbek, és igazabb lelkűek, és a jóra és az igazságra fogékonyabbak tudjunk lenni. Mindannyian, akik itt vannak a templomban, meg és a többség, az zarándoklat útjuknak a végén érkeztek ide. Eljöttek ide a zarándoklatra, illetve a zarándoklat végén ide a templomba, és azért tudjuk, hogy a zarándoklat az nem kirándulás, és nem is csak túrázás. Benne van a túrázás is, nagyon keményen benne tud lenni, de annál nagyon-nagyon sokkal több. Ugye a zarándoklatnak a célja, hogy valami olyan helyre eljutni, ahol úgy lehetne mondani, összeér az ég a földdel, ahol megtapasztalja az ember különösképpen Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét. És benne van a zarándoklat szándékában, a kivitelezésben is, hogy a hitünket bizonyítjuk minden zarándoklattal, részint önmagunk előtt is, de mindenképpen a külvilág előtt is. Akár egyénileg zarándokol valaki, akár közösen, mindenképpen a hitnek egy sajátos megélése a saját lelkünkben, életünkben, és mások előtt is. Különösen akkor igazán csodálatos dolog ez, amikor közösségben zarándokol valaki, akkor különösen megéli a hitnek az erejét is. És hát a zarándoklás az nem könnyű dolog, mégis mindenképpen fizikai áldozatot, erőfeszítés is jelent, és mi tudjuk azt, hogy az áldozat az mindig kegyelem forrás lehet. Ahogy Krisztus kereszt áldozata mindannyiunk számára kegyelem forrás, minden áldozat, amit mi vállalunk önként, és vagy elfogadunk, az mindig kegyelem forrás, amit saját üdvünkre föl lehet ajánlani, és mások üdvösségére is. Tudjuk közvetíteni az áldozatainkkal a kegyelmeket mások számára. Föl tudjuk ajánlani. Olyan csodálatos az Isten gondviselő szeretet, ami éppen a mi boldogságos szűzanyánkban jelenik meg. És amikor mi zarándoklatot végzünk, amikor mi imádkozunk, amikor mi hiszünk abban,
Mária által Jézus elé tett imádságaink meghallgatása találnak meg a mi áldozataink, akkor tulajdonképpen egy új világnak a születésénél bábáskodunk. És hogyha mi nem vállaljuk azt, hogy a mi ott legyünk a vajúdó világ mellett, az áldozatainkkal vállalva a terheket, a nehézségeket, akkor nem a mi kezünkbe fog megszületni ez az új világ. Ez a tönkrement magyar világ, európai világ. Nekünk nagyon fontos, hogy ott merjünk lenni a vajúdó világ mellett, és a mi kezünkbe fogjuk fel ezt az új életet, a gyermekeinknek, az unokáinknak az életét, a megváltozott életét, Mária országának az életét itt Magyarországon. És mi hiszünk abban, testvéreim, hogyha oda tesszük mindezt a szűzanyának a kezébe, a magunkat is fölajánljuk Mária keze által, hogy Uram, itt vagyok, küldj engem, legyen meg a te akaratod, íme az Úr szolgája, szolgálója vagyok. Ha ezt megtesszük, akkor valamivel mi is hozzájutunk abban, hogy végre, újra, egyszer, valamikor Magyarország megint csak Mária országa legyen. Az Egyházmegyei Múzeum és Kincstár évadnyitó anyák napi ünnepsége keretében a résztvevők megkoszorúzták a magyar-lengyel szent, Szent Hedvig szobrát a Váci Fehérek templomának oldalában. Az eseményen díszvendégként részt vett többek között Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete. Őt kérdeztük Szent Hedvig jelentőségéről és az évezredes lengyel-magyar barátságról. Magyar testvériségről már évtizedek, mondhatom évszázadok óta beszélnek a lengyelek is, a magyarok is szintén. Hát 19. századból váló az a híres közmondás, lengyel-magyar két jó barát, egyik táncol issza barát, lengyelül polak, Vengyer dva bratánki, idosábli, idosklánki. Ez az, ahogy sikerült kiderítenem, mint történésznek, 1809-ból egy hosszú verséből váló szavak, és ezek közhelyi válták, mert valóban a lengyel-magyar barátság, lengyel-magyar testvériség nem csupán a közhely, nem szavak csak, hanem példátlan jelenség, mondhatjuk, a világ történelmében. Hát igaz, hogy különösen a 19. században nyilvánult meg, hát akkor mind a lengyel, mind a magyar nép harcolt a szabadságért. És mind a lengyel felkelések, mind a magyar szabadságharc bizonyítékok, nagyon szép bizonyítékok hoztak arra, hogy a lengyel-magyar barátság az valódi érték, lényegében független a politikai konjunktúráktól, a politikai rövidtávú érdekektől, mert az már ahogy mondtam, 1000 éves jelenség. Szent Hedvig
talán a legszeretett méltóbb és a legszeretett alakja a lengyel történelemben. Mindig is nagyon szerette a lengyel nép, a lengyel nemzet, már tulajdonképpen a rövid életébe szenti avatta a lengyel nép Szent Hedviget, mert valami csodálatos jelenség volt. 25 éves korában halt meg, mondjuk szüliskor, bár a kislánya, egyetlen kislánya lett volna. Meghalt 3 hét a születése után, viszont az édesanyja, Hedvig, csupán 4 nappal túlélte. Úgyhogy ma, amikor Magyarországon anyák napja van, visszaemlékezünk Szent Hedvigre is, aki nem lett végül, vagy lett, de nagyon rövid ideig, és saját halál árán anyja, de ahogy már Fritzi atya is megjegyezte, egész litván nép anyja volt Szent Hedvig. Kedves nézőink, ezzel adásunk végéhez érkeztünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!